Sziasztok, vagyunk a Super Sim Challenge következő részébe, és a gyerekeket felneveztettem, mert nem akartam még egy napig, hogy itt sírjanak. Ezért úgy döntöttem, hogy felneveztem, és csinálok nekik egy kis háló helységet. Úgyhogy itt most nagyon jól el vannak. Ja igen, és akkor még mindjárt át is írom őket, mert nem akarom, hogy ne angolos neve legyen, úgyhogy mindjárt. Hol is van? Ja, és akkor mikor közben eladtam az ágyat, ugye láttam, hogy speltet, úgy valószínűleg ilyen varázslók lettek, amit utána itt észre is vettem, hogy itt vannak, úgyhogy ők, én nem tudom, én nekem minden szívem vagy varázsló vagy UFO. Jó Anna. Jó Anna Star. Na, ez nagyon tetszik. Jó Anna Star. Joanna, amúgy Joanna, tudom. Na jó, nem a Tiana, Tian nem lesz. Natali. Jó, legyen Natali. Ne legyen Natali Star. Natali Star, meg Tomás Star. Oké. Okay. Jó, megnézem még a ruháját. Hogy... mik vannak. Hát nem is nézem meg, legyen meglepetés. Oké. Na szóval azt gondoltam ki, hogy ugye megcsinálom azokat a dolgokat, amit ugye a szuperszímemnek meg kell csinálni a szülői része, úgyhogy mindjárt be is fogom, és ha megcsinálta a szülői részt, akkor felneveztem a gyerekeket, ha itt van a születésnapjuk, ha nincsen. Tehát ez nem ez lesz a mérvadó, hanem hol is van a család. A szuper szülő. Tehát fegyelmezni kell a tipegőt 5-ször. Ez mindjárt megnézem, azt hiszem ez 2-nél is van, ugye megnézzük, hogy tudjuk-e valamikor is valahogy fegyelmezni. Szerintem csak akkor tudjuk fegyelmezni, amikor rosszaságot csinál. Én azt gondolom aztán. Szerintem fél az esőtől. Megöleljük. Ja, még azt akartam gyors megnézni, mielőtt túlmegyünk, hogy van-e olyan, ami kifejezetten a gyerekre, kisgyerekre. Aha, ez olvas fel a gyereknek. Lehet, ezt fogom inkább, mert elsődlegesen, mert ja, és kell egy könyv, ó, könyvespolc. Ó, könyvespolc. Szóval azt fogom elsődlegesen, mert tudom, hogy okkulva már egyik sorozatból, hogy ez nem fog működni. Oké, hát remélem, hogy így jó. És itt kell, tehát vennem kell, tudom, hogy ilyen könyveket, ilyen gyerekkönyveket. Úgyhogy mindjárt vásárolunk tipegőknek könyveket. Ja, hogy ezek már nekünk megvannak, akkor vajon nem is kell. Olvasson a tipegőnek ezt. Mind a kettőnek tudunk olvasni. Hát jó sokat kell olvassunk, az biztos. De milyen cukik, hogy itt olvas, és közben meg itt figyelik. Nagyon cukik, nagyon-nagyon tetszik ez. Remélem, hogy még többet is olvas nekik. Amúgy nem is tudom, mikor lesznek ők, mikor nőnek föl. Mert normális van állítva, elég sok-e, úgyhogy tényleg jobb is, hogy ezt így csinálom, mert nem akarom azért túl hosszúra. Ahogy ők elérik a tínédzserkort, nem a tínédzserkort, inkább a fiatal felnőtt kort, akkor viszont elköltöztetem őket. De lehet, hogy tínédzserkorban, nem tudom. Ezen még gondolkozom. Nyilván, hogy ez nem a szabály, ez nem, tehát az, hogy mikor nőnek föl, ez nem tartozik a szabályzathoz, ugye? A lényeg, hogy az én szívemnek el kell érnie a maximális pontot, vagyis mindenből a legjobbnak kell lenni. Viszont őt kell megnéznem, hogy ő mikor fog megöregedni, de szerintem még soká 19 napja van. Nem tudom, mi történt. Itt ülnek, és így igazából nem csinál semmit. De a gyerekeknek megy föl ez az izéjük. Lehet, hogy bebagolt a játék? Lehet. Aha. Hát szokott ez ilyet. Jó. Ó, bealudt.
Ó, mindenki bealudt. Ó, nagyon alvás idő van. Ne, te ne odafeküdjél. Ide. Gyere át. Ne oda menjél, de az nem a te ágyad. Na, és akkor most van az, amikor olyat tud csinálni. Megvan az 1 óra hossza, de jó. Na, ez szuper. Oké. És akkor most a tudáshoz megyünk, és ha jól tudom, akkor a 3-as szintet kell elérni programozásból, úgyhogy gyere eddig. Úgyis számítógépezni akarsz, tudom, én ismerlek. Fizess be a számlákat. Amin mennél kell dolgozni. Nem is tudom a munkára, mit kell csinálni. Gondolom programozni, de azt most kezdte. Szuper. Na, csináljad már, Amanda! Szuper. Összpontosítottnak kell majd lennie. Lehet, hogy vennünk kéne ilyen összpontosító lámpát vagy égőt. Jó, mehetsz dolgozni. Ennyi elég volt. Felét csináltad meg, de nem baj. Kamatok. Ennyit keresett a héten. Óvodába küldjük őket. Na majd legközelebb. Oké, a szórakozásod az szórakozás. Na várjátok, most már nem is kell ezzel. Tomás, nekik mi bajuk van? Tehát, hogy minden, öleljük már meg például őt. Lehetne vele játszani is például. És aztán Natalinál is ugyanezt. De hogy nagyon jól áll a kezébe ez a két gyerek. Nagyon gondoskodó szerintem. Vagy hát annak is tűnik. Jó, Natali, te veled is fogunk játszani. Beállítom a kamerát, és erre meg. Majd ezeket a képeket, amiket csináltam, majd ezeket úgy kivágom már, mint hogy legyenek benne magába a videóba. Egy kicsit, ha úgy látjátok, hogy vágva van, ez azért lesz. Jó, és akkor gyere, olvassál tipegőknek. Ez. Ja, mind a kettőjüknek. Tomás, mióta odaraktam a kockát, Tomás mindig a kockákkal játszik. Na gyertek ide, mert most mesét mondok nektek. Ja, hogy éhesek. Aha, jó, értem. Ezt még hallgassátok meg, és ígérem, adok nektek kaját. Ja, meg is nézem, de szerintem tele a hűtő.
Nincs. Tele. Hűtő, de mivel anyátok egy varázsló, ezért tudunk majd varázsolni. Ilyen jó, ugye, ilyenkor. Azért ez a varázslóság azért nem olyan rosszkor. Főleg egy szuperszívnek, hogy nem kell főznie, csak egyszerűen elő kell teremtenie, bár ugyanúgy neki, hogy a főzés szintje szerintem neki megvan. Igen, ingyenes főzés kell még megcsinálnia, és akkor a főzés az, azt tudja, hogy 100%, hogy az már megvan. Opa, nem is figyeltem, nagyon gyors volt. Nem, még 9-esen van. Jó, akkor figyeljetek. Úgy nagyon fáradt vagy, meg éhes. Vegyél egy adagot. Még csodálom, hogy nem fenyegetőztek a szociális munkással. Na most, mielőtt elviszik. Jó, de az én szívem az hova ment? Nem, nem. Tudod mit, ha ennyire nem, még a főzésed nincs meg, akkor mi lenne, hogyha... Akkor tudod mit, akkor főzél. Hát nyilván a gyerekeknek valót. Csináljál egy chicken burrit. Szerintem a gyerekek azok meg itt szépen majd... Jó, aztán majd főzöl még valamit. Felhúzzuk, mi legyen még, ami jó nehezet, mert az szokott egy csirke egy tál ételt. Oké, te jól laktál? Jó. De várjál, mert te nem ettél. Miért nem ettél? Most vettél? Na, most lett 10. szinten. Oké, akkor a másodikat ezt nem kell megcsinálnod. Jó. Vegyél egy adagot. Egyébként az jutott eszembe, hogy most így nem tudjuk a gyereknek így varázslással felnőeszteni a szükségleteit? Nincs olyan mi. Nincs. Nem tudom, hogy hány napig fog esni az eső egyébként. Úgy érzem, hogy már a végtelenség. Van ilyen. Jaj, de jó. Viszont akkor utána az ínyencételt fölhozzuk. Mert úgy látom, hogy ezzel nagyon lemaradtunk. Báránygerinc. Csinálj egy báránygerincet utána. Úgyis főzni kell. Oké, és utána te menjél aludni. Ezt, hát, ezt odaadjuk neki. Neki. Font fordva kellett volna, jó? Ezt meg ide betesszük. Jó. Hogy állítasz a munka szempontjából? Azért az 8 óra múlva kell is programozni kell, úgyhogy gyere, gyors egy programozást. Most csináljuk meg. Ne maradjon le, mert szeretném, ha erről léptetnék. Ó, szintet léptünk, 4-es szintre. Jó, most hackelni szeretne, ezért úgy gondoltam, hogy akkor hackeljen valamit. Ja, talán videójátékoznunk kell. Hú, ez a hang, ez annyira jó. Jó, hát a gyerekek szerintem még egy jó darabig el lesznek. Ó, fürödnünk is kellene.
Szerintem mind a kettőjüknek, jó. Oké, akkor viszont ezt kihagyjuk, és felköltjük, vegyünk ki az, aki neki már nagyon kell. Oké, Natalit felköltjük és elhozzuk, viszont ki fogom cserélni ezt a fürdőkádat, mert olyanra szeretném, ahol látom is, hogy fürödnek a gyerekek. Jó, akkor fürdessük meg először Natalit. Gyere, remélem föl kell addig. Jaj, de kis koszos. Szegények még nem tudtak kimenni játszani, mert annyira sokat esett az eső. Jaj, de jó. Szerintem, és akkor utána nekik teszünk ki ennivalót is, hogy tudjon magáról gondoskodnia, és mindjárt mennie kell dolgoznia. Miért nem tudom az asztalra tenni? Várjátok, nem tudom ide tenni. De miért? Nem lehet, hogy ezt az asztalt meg kicserélem, mert... Vagy nekik ez túl magas, de a pultra rá tudom tenni, akkor szerintem ide is. Gyere, még gyors fürdesd meg szerintem, Thomas. Még szerintem pont bele fog férni, maximum egy kicsit késünk, ami nem a legjobb a munkahely szempontjából, igen. De mindegy, most. Mindegy, most kicsit késünk. Ez fontosabb. Maximum megfürdetjük, nem teljesen fürdetjük, meg nem tudom, hogy hol tartunk, hoppá. Ja, hogy ő már ez így. Jól van akkor. Valószínűleg... De hogy sikerült már megfürdetni? Betette a kádba és kész. Valószínű. Hú, mennyi nyugdíjat kaptunk, de jó. Nézzük a teljesítményt. Kiváló, úgyhogy egy kicsit smúzoljunk. Kicsit dolgozzunk. Ó, mekkora villámlások. Fú, tudja, hogy egy csomó helyre becsapott a villám. Szerintem tele lesznek ilyen kövekkel majd. Ó, elő kell léptessen. De jó, az óvodában nő a... Aj, és nem. De miért nem? Natalie, na jó, figyelj, neked nincs ilyen, hogy ne csapjon meg a villám. Hát megvettük. Most se jövünk zavarba. Takarékosak is leszünk. Termékeny, nem akarok, alig éhes. Profi naplopó. Ezt is gyors megveszem, hogy legyen nálunk, mielőtt. Mondjuk úgy is lesz pontunk, mert lesz. Legyen nagy mesemondó. Hát, hogy nem kell. Hát a többit meg majd gyűjtjük, mert igazából ez most nem kövér. Szerintem ő nem is lesz már kövér.
Nem is akarom, hogy kövér legyen. Na jó van. Hát akkor ezek szerint. Na gyere. Legyen egy fürdőd. Fú, mert ekkora lett volna még itt, el is esik szegény. Meg a postádában nincsen semmi. Gyerekek, ők hogy állítanak? Hú, szórakozás. És figyelj, nézd, mit talált a zsebedbe. Tedd le a földre. Oda, a WC elé, vagy a izé elé, jó. Akkor játssz el ezzel. De meg ezzel játsszál. Jó, és akkor következő résznél pedig ki fogom cserélni. Ja, mondom, mi a zene? Ki fogom cserélni az asztalt, és akkor hát, ha ide is tudunk tenni. De ő meg ide tudja tenni, de én miért nem tudom ide tenni is? Innen meg el tudja venni. Na majd, lehet csak a szék. De megnézem. Azért nem tudta ki. Ó, mekkorát esett szegény. Ó, pont nem látszódott. Még egy. Mit hoztam már megint ki? Szőnyeget. Persze. Mindenképpen. Mindenképpen hint ezzel. Hát, ha jól belecsap a villám megint. Ja, Istenem. Gyere inkább, úgyis játszanod kell számítógép. Ó, elromlott. Meg az idő. Az időjárási gépet tönkretette. Nem fogom lecserélni addig, amíg szép nem lesz az idő. Lehet, majd csinálok akkor ide egy ilyen fedett részt is, majd oda beteszem. De akkor onnan meg nem lehet. Aj, nem jó. Hát akkor meg lehet, fogom, az lesz, eladom. Igazából az nekünk nem kell. Úgyse foglalkozok vele. Hát igen, nulla szimoleont ért. Hát, hogy ezt is tönkre fogja tenni. Ó, és ide is. Már adott is ide valamit. Nekünk. Jó, majd érte megyünk. Na jó, akkor ezt a részt innen fogom folytatni, úgyhogy köszönöm szépen, ezt a részt megnéztétek. Találkozunk a következő résznél. Sziasztok!